Shimon Peres volt izraeli államelnök temetésére az egész világból 70 politikai vezető sereg lett Jeruzsálembe. Megjelent Barack Obama amerikai elnök, François Hollande francia és Joachim Gauck német államfő, Donald Tusk az Európai Tanács elnöke, 6. Fülöp spanyol király, a palesztin hatóság elnöke, Mahmoud Abbas, Károly herceg, Bill Clinton volt amerikai elnök, Tony Blair és David Cameron volt brit kormányfő, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Szerbiát Tomislav Nikolić államfő képviselte. Elsőként Roven Rivlin jelenlegi államfő szólalt meg, egy korszak lezárásának nevezte Peres halálát, és megemlékezésében bocsánatot kért politikus társai nevében a csatározások hevében olykor elhangzott személyes sértésekért. Utána Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az izraeli jobb és baloldal közös céljáról és a katonai erő segítségével megteremthető béke fontosságáról beszélt. Netanyahu Izrael egyik alapító atyának nevezte a 93 évesen elhunyt Perest, és optimizmusának, békevágyának és Izrael iránti szeretetének jeleként értékelte, hogy Izrael és az egész világ gyászolja, és ennyien jöttek az egész világból, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Barack Obama amerikai elnök a közös amerikai és izraeli értékekről beszélt, valamint annak fontosságáról, hogy a következő nemzedék békét kössön a palesztinokkal. Az egész világból egybegyűlt vezető politikusok és méltóságok, valamint Izrael vezetői előtt Obama kijelentette, hogy Mahmoud Abbas palesztin elnök jelenléte is a béke szükségességére figyelmeztet, és emlékeztetett rá, hogy Peres mindig a palesztinok egyenlő jogaira, nemzeti önmeghatározásuk szükségességére hívta fel a figyelmet. Tomislav Nikolić szerb államfő azt mondta, az elhunytal való találkozása után rájött, hogy Izrael soha nem fogja megváltoztatni a véleményét Szerbiáról, a szerb nemzetről és a két nép kapcsolatáról. Simon Peres je preko 40 godina bio u parlamentu, bio je na svim funkcijama koje mogu da se zamisle u Izraelu. Veoma je zaslužan i zato što Izrael nikada nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Mi smo, čini mi se, jedan deo duga prema Šimonu Peresu odužili. On i ja smo se sreli 2013. godine, razgovarali. Simon Peres szerdán halt meg 93 évesen az Izrael államot alapító politikusok generációjának utolsó tagjaként. A temetésé megtörtént az, amit a világ vezetői évek óta nem tudtak elérni. 6 év után először találkozott Benjamin Netanyahu és Mahmoud Abbas. A Haaretz szerint ez volt Simon Peres utolsó győzelme.